Az egész országban az egyik legjelentősebb program a gyerekek felzárkóztatása, ez a jövő generációjának a záloga, és meghatározza egy térség versenyképességét, hangzott el a rendezvényen. A Máltai Szeretetszolgálat több mint 28 éve végez karitatív munkát, társadalmi szerepvállalása elismert. 31 járásban vezeti jelenleg az Adj esélyt a jövődnek uniós támogatású programot, járásonként 500 millió forint áll rendelkezésre a rugalmas programokra, amelyben a szociális oktatási és önkormányzati szféra is részt vállal. Ami nagyon fontos, hogy az önkormányzatok akarják szeressék ezt a programot, gondolkozzunk együtt, hiszen ők tulajdonképpen egymástól tudnak a legtöbbet tanulni ezekben a programokban, de mindenki, aki a gyerekekkel kapcsolatban van, tehát itt az iskoláktól, az óvodákon át, a gyermekjóléti szolgálatok, a védőnő, a gyámügy, tulajdonképpen nincs olyan gyerekekkel foglalkozó pont, ami nem szükséges ehhez, de a mi közreműködésünkkel ezek a kis kerekasztalok már gondolkoznak több mint egy éve a lépéseken, és azt reméljük, hogy amikor letelik ez a 4-5 év, amire a források lehetőséget adnak, addigra kialakulnak olyan programok, amik utána már saját forrásból tovább tudnak menni. Ez lenne a legfontosabb. Nyírbátorban 5-600 gyereket, a térségben több ezer gyereket fog érinteni a felzárkóztató szociális oktatási program. Ezek egészségügyi, egészségfejlesztési programok, iskolai fejlesztési programok, tanulástechnikai fejlesztés van benne, óvodai mozgásterápia, önkéntes programok, közösségi programok, egy nagyon komoly szociális munkát igyekszünk végezni a projektben, és ezt kiegészítve mindenféle szakemberrel, gyógypedagógussal, pszichológussal, védőnővel, és nagyon-nagyon szeretnénk a helyi szakemberekre támaszkodni, nagyon szeretnénk velük együttműködni, de természetesen, ahol erős a szakember hiány, oda visszünk ki kívülről szakembereket, vagy hozunk olyat, akire szükség van a településen. A felzárkóztatásban a legfontosabb felismerni azt, hogy komplex és összehangolt munkára van szükség. Segíteni kell a gyerekek tudáshoz való hozzáférését, életkészségeiket javítani, probléma megoldó gondolkodásra nevelni őket, hangzott el a szakmai találkozón. A gyermekesélyprogram fontos Nyírbátornak is, mondta a polgármester. Hozzátette, az uniós programok önmagukban nem oldják meg a problémát. A hátrányos helyzetben élőket helyben is támogatni kell. Nyírbátorban erre külön odafigyelünk, ösztöndíjprogramokat indítunk, ezeknek egy része beépül az ilyen típusú támogatásokba, egy részét pedig az önkormányzat finanszírozza. Nagyon fontosnak tartjuk az iskolákkal való együttműködést, az, hogy a gyerekek sportolni tudjanak, a tehetséges gyerekek fejlődni tudjanak, meg tudják mutatni az értékeiket. Ez is részben a programban is szerepel, részben saját forrásból is támogatjuk. Tehát azt kell látni, hogy ez így komplexen tud egyfajta olyan sikert elérni, amiben mi bízunk és várjuk ettől a térségnek a felemelkedését. Olyan programokat fognak elindítani, amelyek hasznosak és önfenntartóak tudnak maradni, emelték ki a találkozón.